No, és akkor folytatunk egy témát, amivel már foglalkoztunk. Van olyan hogy sporttáplálkozási kérdév, és létezik sporttáplálkozási program, mert nem mindegy, hogy mit tesznek a túró rudin kívül a bajnokok. A viccet félretéve most felkészülés és tudományos háttértervezés. A legfelsőbb szinteken a vendég Kovács Katalin kétszeres olimpiai bajnok, legutóbb Szegeden is VB győztes kajakos és Kiskároja a sportvitalitás ügyvezetője. Jó reggelt kívánok, sziasztok! Szép jó reggelt! Ö, Kati, te, te milyen vagy kajába mindent? Hát én minden evő vagyok, és azt vallom, hogy, hogy amit kíván az ember, azt meg kell, hogy egy meg kell, hogy kapja. Én szerintem a legfontosabb a táplálkozás terén a, a, mértékletesség. Tehát, hogy, hogy amit kíván az ember, azt mindenképpen... Na de abból ne háromszor annyit, mint amennyi. Igen, igen, igen. Igazság szerint én pár éve kezdtem el foglalkozni azzal, hogy, hogy mit teszem, hála Istennek ilyen nagyon, egy súly problémáim nem nagyon voltak, de ugye ahogy az évek telnek, ugye az ember mindent próbál bedobni az eredmény érdekében, és úgy éreztem, hogy, hogy igenis foglalkozni kell azzal, hogy, hogy milyen üzemanyaggal működöm, és így a versenyidőszakban elég nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy mit teszem. És amikor először találkoztál ezzel a problémával, hogy végül is ez egy tudományos ügy, és érdemes vele foglalkozni, akkor nehéz volt rá szokni? Tehát nehéz volt bizonyos dolgokat korrigálni, uh, és alárendelni ennek? Uh, nem volt nehéz, meg mm, szóval én, én azért nem. Uh, tehát nem vagyok még ennyire benne ebben a programban, én múlt héten ültem le Kovács Édikóval, dietetikussal beszélgetni a jövőről ezzel kapcsolatban, én teljesen amit a netről szereztem információt, így a táplálkozással kapcsolatban azt próbáltam betartani és hogyha az embernek van egy, egy célja, egy terve és ahhoz, ahhoz szükséges az, hogy hogy odafigyeljen arra például, hogy mit eszik, mit iszik, ezért ez nem nehéz, uh -huh. tehát ha célok vannak, akkor nem nehéz megvalósítani. Hát Talán. mennyire tipikus eset a kati, tehát hogy mondjuk van egy, egy abszolút <hül> csúcs sportoló, egy, egy csúcsbajnok és akkor először így maga keresgél nézeket hogy igen, neki ez fontos, igen, ez és akkor utána hogyan találkozik azzal, hogy na hát akkor ennek adjunk még egy tudományos lökést is hátulról. Igen, hátulok. sajnos tipikus a, a mai helyzetben Magyarországon, hogy a, a legtop versenyzők is most kezdenek el igazán foglalkozni ezzel a, a sportáplálkozás kérdéssel, pont ezért is ez egy, ez egy kiaknázatlan területe még a magyar sportnak, tehát ez egy, ahogy a Kati is mondta, hogy ez egy olyan dolog, amit amire még nem figyelt, és, és a a, az a kis nüansz, ami, ami még a jövendőbeli sikerekhez vezethet, az aztán ez lehet. No, Kati, és e, megtudtál valami érdekeset magadról ilyen szempontból, már mint hogy amikor még csak magad kezdtél vele foglalkozni, hogy hát igen, mit lehet, mit nem, mit érdemes, mit ö, kevésbé. Tehát érezted azt, hogy hoppá, jobb lett? Hát igazság szerint nekem egy másfél évvel ezelőtt elég komoly gyomorpajaim voltak, amit nem tudtam igazából, hogy mi lehet az oka. És én akkor kezdtem el ezzel foglalkozni. És hát érzem persze magamon, hogyha a megfelelő táplálékot fogyasztom, akkor sokkal könnyebbek az edzések, már, már maga a regenerálódás is és sokkal rövidebb idő, mint hogyha az ember tényleg össze-vissza minden baromságot megeszik, már bocsánat a kifejezésére. Hát kifejezés jó, éve, éve. Éve. <laughs> Milyet, miért ne, hát abszolút, hát emberek volnánk. Na és hogyha ráengedjük ezt a szoftvert erre az előéletre, akkor abból mi jön ki? Hát mindenképpen megvizsgáljuk ugye az eddigi táplálkozási szokásokat, hány kalóriát fogyasztott az adott versenyző, milyen arányban fedezte fehérje szénhidrátból, zsírból, és azt mikor vitte be, tehát a, a napszak, melyik, nap, melyik napszakban, és hogyha itt némi nemű problémát állunk, akkor természetesen ezt egy konzultáció folyamán egyeztetük a, a sportolóval, és, és, akkor ennek megfelelően alakítjuk ki a, a, az étrendjét, ami, ami az ő szervezetére, vagy az ő sportágának nemének életkorának megfelelően a legjobb lenne. Egyébként a, a te ismeretségi körödben, már mint hogy most elsősorban a kajakosokra gondolok, mennyire általános ez, mennyire terjed ez, hogy, hogy igenis mindenfajta ilyen tudományos hátteret érdemes kiaknázni? Egyre inkább látom mindenkin, hogy, hogy foglalkozik vele és akar vele foglalkozni, mert, mert tudjuk azt, hogy ez egy, ez egy nagyon nagy tehát, hogyha ezzel nem foglalkozunk, azzal nagyon nagy előnyt adunk az ellenfeleinknek, mert azért a világon ez már ö, érződik, hogy, hogy tényleg mindenki foglalkozik azzal, hogy hogy, 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 hogy táplálkozik, akár Ugye egyik nagy kedvencem a Novák Djokovic is ö, tudjuk, hogy ugye most az elmúlt időszakban sorozatban nyert mindent, és és ö, azt mondta az egyik nyilatkozatában, hogy, hogy ö, ennek az egyik oka az az, hogy hogy egy jó ideje foglalkozik azzal, hogy, hogy, hogy hogyan táplálkozik. Így jött rá hogy győzelem ízére? Igen. <laughs> Na de meg ráadásul ugye a te esetedben inkább a távolság, ha csökken mögötted, az volna jó ilyen új módszerekkel még újra növelni, nem? Hát ezért nagyon kiélezett a hazai mezőn, tényleg nagyon sok tehetséges fiatal van, van négy-öt női versenyző, aki, aki ott lehet az olimpián és hát nehéz. Nehéz lépést tartani. Na, ne ez igyekszem. egyetlen egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy neked, ugye neked azért ez egy érdekes helyzet, hogy válogathatsz, meg válogatnod is kell, meg majd válogatnak helyetted is, hogy hogy állsz össze a, a, a többiekkel. Ugye itt Csipes Tamarával ebét nyertetek, vb negyedikek lettetek, kvótát szereztetek. Várod vissza a Natasát a hajóba, vagy pedig neki is nyilván most érdemes mindenféle táplálkozási tanácsokat kérnie, vagy pedig jó megvagytok Tamival? Hát ez a helyzet, hogy, hogy persze várom vissza a Natasát a de nem olyan egyszerű a helyzet, ugyanis egyéniben kell leválogatózzunk első körben, ahhoz, hogy, hogy utána gondolkozhassunk azon, hogy, hogy kivel tovább csapathajóban, mert aki egyéniben lesz a nyerő, tehát aki egyéniben indul az olimpián, az nem tud párosban rajt én nekem most a legfontosabb célom az, hogy benne legyek a, a nemzeti négyesben. Tehát én szeretnék a női négyes tagjaként ott lenni az olimpián. Tehát nem az egyéni cél, hanem a négyes a legfontosabb. igen, igen. Egy négyesben mindenkinek kellene ilyen tanácsok, már igaz? Mi nagyon szívesen vennénk a másik három lány jelentkezését, vagy vagy igényét a tudatos sportáplálkozásra. Hála Istennek azért a kajakkenúban már már a, igaz, hogy a fiú mezőnybe, de, de azért a Vajda Attila, a Kozman Gyuri, a Kammerer Zoli, tehát többen um, élnek már az általunk adott uh, tanácsokkal, és a felkészülés során használják, de a lányok közül is természetesen szívesen várunk mindenkit. Így legyen, és uh, jó munkát, meg sok sikert! Köszönöm szépen, hogy itt voltatok! Köszönjük, Köszönjük szépen! szépen.